Meg annyian összegyűltek kedden este 6 órakor a Vármegye Székhely művelődési házában, hogy meghallgathassák Gál Péter Henrik Indonézia képekben című előadását. A fiatal világjáró művész igen érdekes és figyelemfelkeltő történetekkel szórakoztatta a közönséget amellett, hogy alkotásai annyira élethűek, hogy a néző szinte beleélheti magát a rajtuk szereplő helyzetekbe. 2017. szeptemberétől 2018. szeptemberéig tartózkodtam kint Indonéziában. Ez alatt az idő alatt pedig szépművészetet tanultam. Természetesen a diákok választhatnak szépművészet más irányok között is, mint például nyelv, tehát fő irányként indonéz standard nyelv megtanulása, vagy gasztronómia, hasonló területeket. Én szépművészetet választottam. A szépművészeti ágakon belül pedig ugye Bali szigetén, az Issy Denpasar intézetben vagy egyetemen tanultam. 4 főszak közül tulajdonképpen választottam, tehát a maszkkészítés, faforogás, vizuális ábrázolás, tánc és a gamelán, ugye a hangszeregyüttes közül én a vizuális ábrázolás felé mentem el, ezt tanultam, ez mellett pedig tradicionális táncokat is próbáltam úgy elsajátítani, és ennek az egyik eszköze volt a fotográfia. A fotográfián keresztül pedig ugye eljutottam rituálékra, szent helyekre, és ezeket ragadtam meg. Péter egészen nyitott személyiségnek tartja magát, így amikor kiutazott a világszinte túlsó felére, nem volt nehéz beilleszkedni az ottani társadalomba. Talán ennek is köszönhető, hogy úgy készíthette el indonéziai fotóit, mintha otthon lenne. Nem érezte magát idegennek, akivel szemben korlátok lennének felállítva a helyiek részéről. A 2018-as hazajövetele óta tartó előadássorozat töretlen sikere emiatt nem véletlen. Nagy kultúrsokk engem nem ért kint, tehát ha én a két országot vagy a két népet úgymond összehasonlítom, ez egy nagyon tág fogalom. Tehát én, amit el is fogok mondani az előadás kapcsán, hogy Indonézia egy nagyon kulturálisan nagyon kevert ország, tehát mindenféle nemzet, nép, kultúra hatott rájuk, és az a fajta attitűd, ami ott kialakult, ugye összehasonlítva teszem azt mondjuk a magyar kultúrával, vagy hát kultúrával inkább ezt a szót használom. Talán a különbség az abban van, hogy az indonézek elfogadóbbak az én olvasatomban, illetve hogy ők egyfajta olyan diverzitással rendelkeznek, amelyet tudatosítottak magukban, és ebből a tudatosításból adódik az, hogy ők egy eléggé kohézív, erőteljes országot tudtak kulturálisan, úgy mondom, kulturálisan teremteni. Ez azt jelenti, hogy ugye különböző antropológiai értelemben különböző népek hatottak rájuk, keveredtek, és ebből a káoszból, ami évszázadokon keresztül ott zajlott, ebből kellett nekik az elmúlt, hát körülbelül 70 év alatt egy egységet teremteni, és a mottójuk is az lett az országnak, ugye, hogy egység a sokszínűségben, és hát ebből a szempontból Magyarországnak azért lenne mit tanulni, mert ezt azért fel kell ismerni, ezt a fajta inkluzivitást és abban rejlő erőket, tehát ez az, amit én úgy gondolom, hogy egy nagy különbségként meg tudok említeni a két ország között. A másik pedig ugye, ami abban a fajta keveredésben létrejött, illetve meg is őrződött korábbról az ő temperamentumuk, az a fajta nyitottság, elfogadottság, illetve türelem az, amit én úgy gondolom, hogy Magyarország megirigyelhetne és átvehetne sok szempontból. A látogatók tudomást szerezhettek arról is, mi az, amiben Magyarországtól leginkább különbözik a dél-kelet-ázsiai ország. Indonézia lakosságának a 90%-a muzulmán, de az mellett jelen van ugye a hinduizmus, buddhizmus, kereszténység, tehát ugye különböző kolóniai időket ők megéltek, átéltek, és keveredtek is ugye európai népekkel, közel-keleti népekkel, tehát mindenféle irányból hatottak rájuk, és ez a fajta keveredettség, ez meg is őrződött, tehát ők ennek tudatában is vannak, és rengetegen büszkén hangoztatják, hogy nekik mondjuk holland ősük volt, vagy arab ősük volt, vagy malajziai, vagy akármi. Tehát, hogy ezek úgy gondolom, hogy fontos dolgok, hogyha az ember ennek tudatában van, és a saját identitását nem adja föl. Ahogy minden országban, úgy Indonéziában sem fenékig tejfel minden. Szóba került, hogy a fényképésznek mi okozta a legnagyobb nehézséget kiérkezése során. Ezt pedig az enyhén válogatós életmódjával magyarázta. Kicsikét nehezen alkalmazkodtam, ugye nyilván csípősebbek az ételek. Csípőset én is szeretem, tehát ők nagyon szeret, tehát nagyon organikus, tehát
egyfelől organikus, inkább úgy mondanám, és az organikus ételek mellett pedig nagyon sok fűszert fogyasztanak. Ez az, amit az én európai gyomrom kicsikét nehezen szokott meg, de az mellett az, ami nekem nagyon tetszett, és ugye a szervezetemre is jó hatással volt, tehát ez maga ez az a rengeteg organikus étel, tehát rengeteg juice, frissen facsart italok és ételek, ezek nagyon jót tettek az én szervezetemnek. Híztam is annak idején 10 kilót, ami azóta lejött, amióta én visszatértem, úgyhogy az ottani konyhát én úgy jellemezném, hogy nagyon gazdag ízvilágban is, és egészségesebbnek tartom, mint amit itt Magyarországon fogyasztanak. Mivel nem minden fekete vagy fehér, említette, hogy miben vehetne példát Indonézia Magyarországtól. A hulladék felhasználás az itt azért Európában fejlettebb, tehát annak a kezelése. A másik része, abból a szempontból mondanám, félig meddig sántít, tehát hogy ott ugye a műanyag mennyisége, amit ott felhasználnak, az nagyobb. Ebből adódóan sokkal látványosabb, hogyha eldobják, vagy az akkumulálódik, tehát felhalmozódik, és mivel ugye kisebb a lehetősége, vagy a tere annak, hogy felhasználhassák ezt, nyilván ez nagyobb mennyiségben jelentkezik, tehát én úgy mondom, hogy ami ott meglátszódik, az ő tömegtermelésüknek az eredménye. Az eseményen kiderült, hogy nem csak ott láthatóak a képek. Az érdeklődők akár jóval közelebbről is megtekinthetik a műalkotásokat, kis hián lélekben elutazhatnak Indonéziába. Kiállítás jelenleg is fut, ugye az I.S. Gyula könyvtárban van jelenleg, és augusztustól már megtekinthető, tehát ez folyamatban van, és díjtalan belépés, tehát bárki ezt nyugodtan megnézheti. Gál Péter Henrik az előadást végül úgy zárta, Indonézia olyan helyé vált, mint a második otthona. Nagyon közel kerültek egymáshoz mind az odavalósi barátaival, mind pedig magával az országgal. Egyszer mindenképp szeretne oda visszatérni.